a bajnokságunk része a Parásasvár egy versenyteljesen külön értékelésben van. Gyorsasági bajnokságnak a része. Igazából a hangkukos srácokkal azt beszéltük, hogy akkor lejövünk egy az egybe, és akkor bulizunk egy jó ízűet, Kismartelekner Gábor pedig kitálta azt, hogy akkor ráépíték komplett bajnokságot is. Őszintén vagyok, én ugye Raliból jöttem át, azt hittem, hogy nekem ez előny lesz, de nem. Tehát nekem hiányzik az, hogy valaki a fülemből folyamatosan duruzsoljon, ez most jelenleg nincsen meg. Meg az a plusz 100 kiló is a jobb oldalról, tehát annak is örülnék, hogyha az meg lenne. Jelenleg ez úgy áll, hogy próbálok emlékezetből menni, annyit tudok, hogy hol a rajt, többit az pedig adja magát. Hál' Istennek most a két versenyben nem volt dobóskör, az autó se dobós, még ahogy ránézek, úgyhogy hála jó ügynek ezek a dolgok úgy rendben vannak. Megpróbáltam a lehetőségekhez képest a legtöbbet kihozni az autóból. Kaptam a csapattársamtól, Bencétől, de ez igazából nem az autóból volt, ez csak bennem volt egyedül. Jövőre megpróbáljuk újra, illetve Bencét, tehát ugye ez egy külön bajnokság volt nekünk, így Bence lett a bajnok, én pedig egy bajnoki második helyezést értem el. Gratulálok neki ezúton is. Szerintem rallypályán se találkoztam ennyi nézővel, mint amennyi ide fel volt sorakoztatva. Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt itt a nézők között versenyezni, nagyon jó nézők voltak, tehát igazából nem is nagyon tudok róla, hogy egyáltalán meg kellett volna állítani a futamot nézők miatt. Úgyhogy élvezetes volt. Kezemet így szét is verték, ahogy jöttem lefelé, de mindent megért.